visszaemlékezve, édesapám képeit nézve beszélgettünk, a folyamat az nagyon, nagyon sok szempontból hasonlít egy színész szerep fölépítéséhez. Bátyám pedig szobrászművész, és ahogy ő például egy szoborhoz építette a vázat. Hát az tökéletesen úgy működik, mint ahogy egy színész elkezd az emlékeibe vázat építeni a szerephez. A műtermi beszélgetések borzasztó sok támpontot, tapasztalatot, aha, érzést adtak, hogy jé, hát ez nálad is így van. És akkor az ember ezt úgy összerakosgatja. A színészetben nagyon nagy részt jelent az önmagam legyőzése. Tehát az, hogy én kiállok, legyőzöm ezeket a félelmeket, gátlásokat, és megvalósítok valamit, amiben én kiteljesedek. Én ez a szorongó lélek egyszer csak föllazul és kiteljesedik. Évtizedek teltek el azóta, és még van olyan, aki azt mondja, hogy én arra Pergüntre emlékszem, Péter, hát hogy ez milyen nagyszerű volt, és akkor nagyon boldog vagyok, mert végül is hat a dolog eljutott, emlékké vált. És mindig azok a nagy dolgok, tudod, egy színész életébe, hogyha emléket tud hagyni, mint ahogy bennem is. Ott maradt a Sinkovics Mózese, a Latinovics Fánya bácsia, a Gábor Miklós Hamletje, a Darvas Iván őrült naplója, ezeket én mind viszem magammal. Ha ők ezt megteremtették magukból, vajon tudok-e én is olyan emléket hagyni, és ez az én célom. Mert érdekelnek bennünket, bármi veszélyes is a dolog, anélkül, hogy számítanánk az új pápa védelmére. Ha az életemben volt két nagyon fontos színházi etap, akkor az egyik a miskolci időszak, és az utána következő 87-től 94-ig tartó katonai időszak. Ez volt az én színészi életemnek a húsa, vére, magja, tudod, ahol igazi színész lettem, ahol olyan szerepeket játszottam, ami már színész próbáló, nagy kihívások. Ezek tettek engem színészi, ezek a feladatok. Szép volt, kár, hogy vége volt. Hogyha én a Nemzeti Színház tagja vagyok, szerepeket kapok, és szerződtetnek, és hosszú távra szerződtetnek, vagy hosszú távra gondolkoznak bennem, akkor bizony én a magyar színházi életben elértem a csúcsot. Onnan nincsen tovább. Tehát még lehet, hogy az emberben egy ilyen régi vágású gondolatsor is fut végig, hogy most a Nemzeti Színházból hát hova tovább. A mi feladatunk most élő, itt lévő színészeknek, hogy visszaadjuk a Nemzeti Színház rangját, hogy tényleg az ország első színháza legyen, és tényleg a legminőségibb társulat alakuljon itt ki, a legnagyszerűbb előadásokat produkáljuk, és ez régen is így volt, és ennek a hagyománynak mindig élnie kell, és nekünk, mostan élőknek a feladatunk ezt mindig életben tartani, frissíteni, és mai ízzel, mai vérkeringéssel, mai idegrendszerrel megtölteni. Sokszor érzem azt, hogy jelen van velem, bennem a Jóisten. Nem kell egy szerep közben erőlködni, vagy túlzottan koncentrálni, hanem visz valami erő, röpít, amit mintha nem is az enyém lenne. Ezek ilyen áldott pillanatok, állapotok, amikor is erre szokták színész kollégák és idősebbek is mondani, hogy na, ma eljött a Jóisten. És akkor a Jóisten jelenlétében ez a színészi alakítás a színpadról sugárzik a nézők felé, a nézők ezáltal egységet alkotnak, az egység visszahat a színpadi jelenlétre, ott is egy egység teremtődik meg a színészek között, és ez a két egység összefonódva és forva emléket ad, és emléket szolgáltat aznap estére. Már annyira nem érdekel a színház, mint amennyire érdekelt fiatal koromban, szóval az, hogy nem, már el is vették a kedvemet, meg kell, hogy mondjam. Ez a margóra szorulás, a nem fontossága, nincs jelentősége, már bennem sincsen akkora jelentősége. Csinálom, szeretem, nem annyira már. Nyugalmat is szeretnék, mert a színház állandó feszültséggel jár, állandó impulzusban éléssel, stresszel, rettenetesen sok stresszel.
Mint ahogy, ez is érdekes, a színház az egyben gyógyszer is, mert levezet. Szóval a színpadon lét egy csomó olyan feszültséget is kienged az ember magából, ami esetleg ártana, ha benne marad. Tehát lehet, hogy egy polgári foglalkozásban benne marad az emberbe a dű, az indulat, amit én szerepekbe kiélhetek. És az kimegy, és akkor az lelazít, és akkor nem árt. 70 felé már az embert úgy foglalkoztatja az elmúlás. Inkább az izgalom van bennem, meg az el nem végzett munka drukja, tudod, hogy a befejezetlenségek, inkább azok zaklatnak, hogy a családot úgy hagyni magára, hogy biztonságban, hogy kevesebb gondjuk legyen. Ez, ami még az emberbe úgy fölrémlik, meg éjszaka még ugye fölébred, és nem tud aludni, mint ahogy egyre jobban nem tud aludni, hogy akkor ezek járják meg az agyát, hogy ez hogy lesz, ez mint lesz. Eljön.